A következő előadónk professzor dr. Kovács László főiskolai tanár, aki a matematikai módszerek a fizikában témába avat be bennünket. Professzor dr. Kovács László középiskolai matematika-fizika szakos tanári diplomát 1965-ben szerzett az Ötvös Egyetemen. 2000-ben habilitált a Debreceni Egyetemen, 1965 és 83 között a nagykanizsai Landler Jenő, ma Batthyány gimnáziumban tanított és igazgatóhelyettes is volt. 1983-tól 2008-ig a szombathelyi Berzsenyi Dániel főiskolán, amely ma az ELTE része, tanszékvezető főiskolai tanár, tudományos rektor helyettes is volt. Különösen értékes a tehetséggondozás terén végzett munkája és tudománytörténeti tevékenysége. Jelentős eredményeket ért el magyar fizikusok életművének feltárása, nemzetközi konferenciákon történő ismertetése, a világban fellelhető magyar fizikus emlékhelyek összegyűjtése terén. Publikációs tevékenysége rendkívül gazdag. Munkásságának elismeréseként többek között megkapta az In Memoriam Gábor Dénes oklevelet, a Bónisz Bóna életműdíjat és a Rácz László tanár úr életműdíjat. Dr. Kovács László előadása következik. Sok szeretettel köszöntöm Önöket. Én is azzal kezdem, hogy nagyon szépen köszönöm a meghívást. Évfolyamtársak voltunk Amos tanár úrral, mindkettőnkre gondolt Megyko tanár úr, amikor meghívott bennünket. Hadd kezdjem rögtön azzal a reflektálással. Simonyi Károly mondta, hogy vigyázni kell a felfedeztetéssel. Úgy adagoljuk a gyereknek a tudásanyagot, hogy azt mondja a végén, hogy ezt én fedeztem fel. És amikor kikerül az iskolából, akkor csodálkozik, hogy már nem tud semmit felfedezni, mert akkor nincs, aki rávezeti őket. Ugye azt a feladatot kaptam Ketyvó tanár úrtól, hogy a Matematikai Módszerek a Természettudományban című könyvnek a tartalmát közvetítsem önöknek. Én leszűkítettem a matematikára, hogy matematikai módszerek a fizikában, aztán végül mégiscsak lesz szó majd természettudományról, más természettudományról is. És akkor kezdem mindjárt Wigner Jenővel, mert ő mondta, hogy csodával határos a matematikának a természettudományok területén való hasznossága. Nem természetes, hogy legyenek természeti törvények, és még kevésbé kézenfekvő, hogy az ember felfedezze azokat. Az a tény, hogy a matematika nyelve alkalmas a fizika törvényeinek megfogalmazására, csoda, ajándék, amelyet soha nem leszünk képesek igazán megérteni vagy kiérdemelni. Ez a gyönyörű fordítás Györgyi Gézától származik, és ő azt a címet adta a fizikai szemlében közölt fordításnak, és aztán ez könyvben is megjelent, hogy a matematika meghökkentő hatékonysága a természettudományokban, mert igaziból egy picit, ha úgy vesszük, hogy értelmetlen vagy észszerűtlen, ahogy általában fordítják, az akkor kicsit pejoratív értelmű, tehát azt szeretné hangoztatni, hogy megdöbbenünk attól, hogy tényleg a matematikát mennyire gyönyörűen lehet használni a természettudományokban. Élénk visszhangot kapott ez a Wigner gondolat, és a több helyen cikkekben magát, Pólyát is idézik. És az egyik kedvenc mondásom Gindyikéntől származik, hogy a matematikának személyiségformáló szerepe van. A könyvnek a címe Történetek fizikusokról és matematikusokról, ahol ezt kifejti Gindyikén, és tényleg tessék meggondolni, hogy nincs kiskapu, nincs protekció. Tétel, bizonyítás. És erre nevel a matematika tulajdonképpen. A Pólya alapmű, aminek a fordítása megjelent a gondolat kiadónál, az itt látható a címe, 62-ben tartott egy előadássorozatot, és 63-ban jelent meg. A Stanford Egyetemnek itt van a logója, ugye ott volt professzor élete végén, vagy végén, igen, Pólya György,
Érdekes módon magát a város is Stanfordnak hívják, de az egyetem az ifjú Leland Stanford nevet viseli, mert a korán meghalt gyermekük tiszteletére alapították a szülők ezt az egyetemet. Itt egy képet mutatok róla, és akkor nézzük egy kicsit, belenéztem a egyetemnek a honlapjába. Van olyan, hogy Puya Hall, aztán ez a, ott található a Panama Street-en, és van egy előadó terem is, amely Pújának a nevét viseli, tehát emlékszik rá, az egyetem megtiszteli. A magyar leírása ennek a műnek itt látható, és egy Bowden nevezetű kollégának a segítségével írta ő ezt le. Az előszóban mentegetőzik is, hogy nagyon sok az élő fordulat, az élő szónak a visszaadása, tehát nem igazán egy olvasás céljából készült könyv, hanem ezeknek az előadásoknak a magnóra felvett változatának a nyomdai részét tartalmazzák. Itt van az eredeti műnek a címlapját. Majdnem ugyanezt adták vissza a gondolatnál, annyi különbséggel, hogy a ingás kísérlet az kimaradt, és az idézet, hogy a természet nagy könyve mindig nyitva áll előttünk, és az igaz bölcselet van megírva benne. De nem olvashatjuk azt másképp, csak ha elébb megtanuljuk a nyelvet és jeleket, melyel iratott. Matematikai nyelven van írva az jelei háromszögek, körök és más geometriai formák. Ezt írtam Galilei, és egy kollégám a főiskoláról, olasz származású, ő megkereste nekem ezt az első kiadást 1623-ban, és ott a harmadik, negyedik sorban írja azt Galilei, valahol itt írja Galilei azt, amit a címlapra föltettek. Ugye érdekes, hogy Guericke 1672-ben latinul írt. Az internetről vettem le a híres könyvének a címlapját. Aztán Newton is latinul írt. Szintén az internetről származik ugye a leghíresebb művének a címlapja. Viszont Galilei nem. Itt van egy szép Tintoretto portré, meg a Galilei aláírása. És Pólya György írja ebben a könyvében, hogy Galilei síremléke Firenzében van, a Santa Croce templomban, Leonardoé, Michelangeloé, a költő Dantéé, a politikus Machiavellé közt. 66-ban volt szerencsém látni ezt a csodálatos síremléket, és akkor úgy elgondolkodtam, hogy milyen megbecsülése ez a tudósoknak. És tényleg, hogyha elmegy az ember a londoni Westminster Abbey-be, akkor a főoltáron, ott is bal oldalon Newton síremléke, jobb oldalon pedig egy hadvezér, Stanhope politikusnak a síremléke látható. Úgyhogy játszom a gondolattal, ma ezt lehet látni Budapesten, ha bemegyünk a Szent István Bazilikába, de ha le tudnánk másolni a londoniakat, akkor ugye egyik oldalon Eötvös lenne, másik oldalon Széchenyi. Na most ez az én primitív megoldásom, viszont egy asztalos barátomnak a tehetséges kislánya ezt megcsinálta ilyen szépen, és ez rögtön kapcsolódik, kérem szépen, Pólyához, sokat foglalkoztam a kislánnyal, mert tessék észrevenni, hogy az analógiát mennyire gyönyörűen kihasználja, nem csak, hogy a fejük fölé tette ugyanazt a baldahint, mint amit Szent István fölé, hanem még a fényekkel is játszott, tehát figyelt arra, hogy a szegedi
szobor, a szabadi Széchenyi szobor, az kapott fényt, de a Ötvös Egyetemi Jogi Karának a árkádja alatt lévő egész alakos Ötvös szobor, az ugye mivel árkád alatt van, nem kapott fényt, de ő mesterségesen vitt rá, és akkor ugye ez azonnal egy példa arra, a Krita nevezetű programmal csinálta Herceg Réka Anna harmadéves egyetemi hallgató. Úgyhogy hát, és akkor ez még csak két dimenzió, meg számítógép, hát ugye én Ötvöst mindig viszem magammal, mert vagy őróla beszélek előadásokon, vagy olyan valakiről, aki kapcsolódik Ötvöshöz, akár Zemplén Győző, vagy Mikola Sándor, vagy legyen az Einstein. És hát akkor tessék parancsolni, most ugye látszik a Ötvös meg a Széchenyi, hát középen nem Szent István, nem is Szent László, hanem én. Ó, hát a humor nagyon fontos, kérem szépen, szóval a humortalan ember nem mehetne tanárnak például. Pólya gondolatai és stílusa, hát ugye rendkívül sokat köszönhetek Pólya Györgynek, sokszor nem is tudom, hogy egy adott módszert közvetlenül őtőle tanultam, vagy az ő hatására fejlesztettem ki, amit a gyerekeknél alkalmazok. Nagyon fontosnak tartottam én is a tanárképzés során, és ő is hangsúlyozza, hogy tessék értékesebbé válni, akkor fogunk tudni hatni a gyerekekre, hogyha mi magunk állandóan arra törekszünk, hogy értékesebbek legyünk. A Pólya előadásoknak itt van a célja, ugye, hogy a történetnek a megmutatása az segítheti a megértést, és tényleg nagyon jó ez a könyv, az ember ha olvassa, akkor az jut eszébe, mintha egy jóságos tanítóbácsinak az előadását hallgatnánk, és tényleg ő is sok helyen nagyszerű humoros dolgot visz bele az előadásába, és említettem, hogy ez a Bowden professzor írta le, és tulajdonképpen egy kiváló iskolai tankönyv is lehetne. Csak hát az a baj ugye, hogy a 77-szer módosított nemzeti alaptantervnek megfelel meg. Jaj, bocsánat, magyarul kell mondani, nem kompatibilis a tantervvel. Pedig hát ebből meg lehetne szeretni, és esetleg meg is tanulni a fizikát ebből a Pólya könyvből. Haha, de hát ugye most már alsó tagozatban is matematika van, és nem számtan. Pedig hát a számtannal kell kezdeni, kérem szépen. Olvastam a természet világába, hogy volt egy általániskolai tanítóbácsi, egész évben elsőbe csak tízig tanított számolni. Rendkívül nehéz volt folyton új és új feladatokat kitalálni, de nem mentek tovább, tízig tanultak számolni. És a fejszámolás elengedhetetlen. Hát matematika órákat mindig úgy kezdtem, hogy végigmentem az osztályon, és mindenkinek kellett fejbe számolni. Most önök csak gyorsan oldják, de 2x3x5, 3 az 5-en, 2-es alapról 8, remélem tetszettek válaszolni. Természetes számok erdeje, így nevezném én. Ugye hát egy számegyenesen ábrázoljuk, de valahogy erdőnek képzelem, és ez a bizonyos Ramanujan, talán tetszettek róla hallani az egyetemen, én Erdős Pál egyik előadásán hallottam róla. Erről őróla mondta a mentora, hogy minden természetes szám Ramanujan személyes jó barátja volt. És egy érdekes sztorit mondott el Erdős Pál is, meg több helyen szerepel, hogy mentek ketten Londonba, taxival is bent felejtették az oktatáskát. Hogyan találjuk meg a taxit? Hát mondta Ramanujan, hát nagyon egyszerűen. A rendszám a legkisebb természetes szám, amelyik két különböző módon írható köbszámok összegeként. Most tessék elképzelni, hogy és ez a legkisebb ilyen, tehát ő tovább is ismerte őket. Hát ugye a jó barátja, én azt mondom, hogy 100-ig legyen minden egész szám a diák személyes ismerőse, ha nem is jó barátja. Nos, kérem szépen, egész számok a szabad esésnél, tehát akkor térjünk vissza Galileihez, hogy tényleg nagyon fontosak az egész számok, nem kell mindjárt komplex szám, meg irracionális szám. Itt van a címlapja ennek a
Galilei könyvnek, és akkor például rögtön, hát interneten ilyen furán fordították a címet, hát ugye nem beszédek, hanem matematikai érvelések és bizonyítások két új tudományág, a mechanika és a mozgások köréből 1986-ban ilyen címszó alatt adták ki. És akkor érdekes módon valahol olvastam, hogy ki sem mondta a négyzetes úttörvényt a Galilei, hanem csak azt mondta, hogy az egymás utáni másodpercekben megtett utak aránya az olyan, mint a 1, 3, 5, 7 a páratlan számoknak a sorozata, de ez nem igaz, kérem szépen. Tehát mindig tessék visszamenni a eredeti műhöz. Itt van Galileinek a könyve, hát sajnos nem latinul, de angolul, hát így esetleg talán még jobban is megértjük. És akkor az első megállapítása neki az, hogy a megtett utak egymáshoz képest akkorák, mint az utak megtételéhez szükséges időintervallumok négyzetei. És csak következtetésként írja aztán azt, hogy ezek az utak úgy aránylanak egymáshoz, mint a páratlan egész számok. Na megint. És akkor, ugye ez egy beszélgetés, hárman beszélgetnek ebben a könyvben, írja Galilei, hogy ezt ábrával is szemléltetem, hogy világosabb legyen az mindkettőnknek, azaz, akinek elmagyarázza, meg magának a tanárnak is, aki mondja, és az itt egy oldal, kérem szépen, ebből a Galilei könyvből, és hát tessék megnézni, tulajdonképpen ugye a sebesség görbe alatti terület, az megadja az utat, tehát igaziból itt egy integrálási állítást rajzolt föl Galilei. Különben a rajzokat nagyon fontosnak találja Pólya György is, és tényleg segíteni kell a memóriát, lerajzolni az adatokat, a körülményeket, és akkor arra nem kell már koncentrálnunk. Kísérletek leírja, ugye azt a bizonyos galilei lejtőt, hogy ő hogyan készítette el fából, milyen vastag volt, 6 méter hosszú, 25 cm széles, 3 ujjnyi vastag, 1 ujjnyi volt a vájat. És akkor itt is mondja, ugye, hogy a megtett utak arányai azok az idő négyzetével, az idő négyzetével arányosak azok az utak. Ennek van egy ilyen változata, biztosan tetszettek vele találkozni, hogy nem egy vájú van, hanem négy, és akkor kirakjuk a kis ütközőket oda a négyzeteknek megfelelően, és egyenletesen fognak majd koppanni, tehát ha egyre nagyobb, négyzetesen nagyobb távolságokat lineárisan növekvő számokban. Na most kérem szépen, hát mindig az egész számok, tehát tiszteljük őket, atomfizikában ugye az energiaszintek például egyszerűen 2-ször n a négyzeten számmal fejezhető ki, vagy. És érdekes módon, kicsit elmarasztolom Pólyát, pedig mondom, rendkívül módon tisztelem, de nem írt kémiáról. Pedig hát milyen gyönyörű, hogy ott is egész szám H2O, nem 1,5 tized, meg nem négyzetgyök 3. Vagy a Dalton-féle szabály, ugye ott is a sokszorosok szerepelnek. Vagy Cavendish, amikor kimutatta, hogy a hidrogén 8760-szor könnyebb a víznél, és 11-szer könnyebb, mint a közönséges levegő. Hát ezek kerekített értékek, de még mindig egész számoknál tartunk. Ugyanakkor nem ír exponenciális függvényekről, pedig hát írhatna róla, mert nagyon sok növekedési folyamat kezdetben exponenciális növekedéssel írható le. És kérem szépen, akkor most ugye az az igazi, hogyha az ember alkalmazza Pólya módszerét, szíveskedjenek válaszolni nekem, hogy ha van egy vízzel telt pohár, benne moszat, amely minden másodpercben ketté válik, tehát minden másodpercben megnő a moszat által elfoglalt felület itt a pohár víznek a tetején. Tehát másodpercenként osztódik, másodpercenként még egyszer akkora lesz a felület.
hogyha a 60. másodpercben telik meg, mikor volt félig Muszattal? Sokan mondják az 59-et. Hú, hát akkor versenyt kellett volna hirdetni, mert ilyenkor mindig jutalomkönyveket is adok. Úgyhogy hoztam egy párat, hát majd valahogy eldöntjük, hogy kinek adjuk, mert nagyon van, a 4-5-en is mondták, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hát jó vicc, matematika tanárokkal van dolgom. Nehezebb kérdést kell föltenni, a második kérdésem talán lehet, hogy nehezebb lesz. Akkor azt mondja, hogy vissza a fizikához, ugye exponenciálisan bomlik a radioaktív anyag, aztán exponenciálisan gyengül a gammasugárzás, hogyha megy át a anyagon. Erre szoktunk is modellkísérletet csinálni, majdnem elhoztam, de aztán mondom, nem esek túlzásba, hogy sörhab exponenciálisan megy össze a pohárban, hogy kellően keskeny mérőhengerbe önti az ember, akkor még csak mérőszalag se kell, csak egy stopper. Jó, csoportelméletről se beszél Pólya György. Pedig hát Wigner, ugye, akiről már volt szó, rendkívüli nagy mestere volt a csoportelméletnek, és ezt is a Györgyi Géza fordította, és az egyetemen ő tanította, meg a Központi Fizikai Kutatóintézetben ő tanította a kollégákat a csoportelméletre, úgyhogy ezek lehettek. Na, akkor most jön majd a nehezebb kérdés. Györgyi Géza levele Wignerhez, hát csodálatos írása volt, ugye rengeteg Wigner tanulmányt, illetve könyvet fordított le, itt van a nagyon szép írása Györgyi Gézának. Wigner levelei fejléccel, egyetemi fejléccel gépelve aláírta a végén. És kérem szépen, itt egy Wigner által írt levél, kedves Györgyi kollega, végig Wigner írása, igaz tisztelettel Wigner Jenő, miért írta kézzel magyarul? Amikor ugye általában az összes többi levél az angolul van. Igen? Ékezet is, igen. De azt még utólag rá lehet tenni. Sokkal kedvesebb, barátibb. Kedvesebb, barátibb. Hát egy szállodából írta, így van, tehát ott esetleg nem is volt írógép, nagyon jó megfigyelés. Jó megfigyelés, de azért nem erre tartogatom a könyveket, hanem még tessék mondani egy megoldást, bár azért jár érte egy-egy. Nem hivatalos, jó, jár érte egy-egy. Hát egy szállodai levélre írta, de hát én más, mélyebb okot szíveskedjenek. Hát akkor ugyanígy írhatott volna, hogy kedves legyen, barátságos az irodájából is, a fejléces papíron. Hát végül is a fordításokról, amikor szó, nagyon dicséri. Dicséri Györgyi Gézát, hogy jobb, mint az eredeti. Tehát annyira szépen fordította le Györgyi Géza. Nem akart hangoskodni. Gyorsan akarta. Gyorsan is akarta. Hát, hogyan szugeráljam a megoldást? Hát, ki írta a gépelt leveleket? A titkárnő. Hát és ő nem tudott, kérem szépen magyarul. Vektorok. Hát bántanom kell szegény Pólyát. Hát nem, nincs. Rajzban vannak vektorok, sebességvektor. Szeretett ábrázolni, külön könyvet írt erről, de az egyenletekben sehol nem talál az ember ebben a könyvben vektorjelölést, nincs skaláris szorzat, nincs vektoriális szorzat. Sőt, azt írja a 180. oldalon a 24. összefüggés, erőegyenlő tömegszergyorsulás. Egy vektor egyenlő skalárszor vektor, hát akkor ezt illett volna valahogy nyomtatásban is kiemelni. Sőt, ugye van később deriválás, integrálás, de sehol nem írta fel, hogy a vektor az tenzorszor vektor a súrlódásnál, és a híres Budóba sincs se az elektromágneses térnek a vektorainál, csak hogy elfordul, amikor belemegy az anyagba. A súrlódásnál fölírja, hogy V-vektor
per V abszolút érték is egy negatív előjel, hogy ellentétes a sebességgel. Szóval el kell marasztalnom ezeket a híres professzorokat. És kérem szépen, akkor itt van egy fölírás, ugye, hogy akkor a súlódási vektor egyenlő a súlódási együttató tenzor szorozva a merőleges nyomóerő vektorral. És ugyanez a kislány, aki csinálta ezt a szép rajzot, mikor tanítottam, akkor hát mondja, persze, hát persze, Laci bácsi, hát hogy ezt így kell jelölni a tenzort. Hát vektor egyvonás, vektor transformáció, ami tulajdonképpen a tenzor, hát az persze, hogy kétvonás. És akkor azóta is én így tanítom, szóval a tanítványoktól nagyon szépen lehet tanulni, mert hát nyilván értelmesebbek, mint mi. Ugye a főiskolán is mindig külön tanítottam a tanítványokat, hogy hogyan kell bánni a nálunknál értelmesebb gyerekekkel, fölismerni őket, és hát szárnyaltatni. Nos, akkor azt hiszem nagyon az időm vége felé járok. Zemplén már megmondta, hogy differenciális integrál számítást tanítani kéne, mert másképp nem lehet megérteni a fizikai fogalmakat. Igen, azt hiszem, ezen végig tetszettek tudni menni. És akkor a nagykanizsai főtéren egy nyári napon egy volt tanítvány, akinek olyan kettese, hármasa volt matematikából, vezetett egy kislányt, megismert, a nyakamba borult, és mondta, hogy tanár úr, még most is szeretem a matekot. Hát ugye ilyen élményeket kívánok én önöknek a továbbiakban is.